mindenről ismert, aminek semmi köze a politikához. A kalapjairól, a Balaton átúszó versenyekről, a főztjéről. A fiáról, aki után kampányidőszak közepén is elment Ausztráliába, mert a fiú kicsit elanyátlanodott. Ismert arról, hogy családcentrikus, hogy jótékonysági mozgalmak védnöke, pedig ezt a szerepet inkább államférfiak feleségei vállalják. Tudható, hogy nem kényszeríti a férjét szereplésre, annak kedélyes bajusza inkább csak a bálokon tűnik fel mellette. Ennek ellenére, vagy épp ezért, a politikai sikerlisták állandó üllovasa, lehagyva saját pártját is. Ezért aztán vele kapcsolatban nem csak az a kérdés, ki is ő valójában, hanem az is, hogy kinek tekinti a közönség. Politikus bőrbe bújt civilnek? Rátermett nőnek, akiből olyan kevés van a hatalmi alakzatok zúzmarás csúcsain? Vagy a kettő furcsa keverékének? Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke következik. Ez a nő helye, az ATV-n, ma Dávid Ibolyával, az MDF elnökével. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Hadd foglalkozzalak arról, hogy milyen volt a, mondjuk az én szerepemben lenni, amikor az egyik kereskedelmi rádió egy bizonyos jubileumi adásán fölkért többek között téged és arra, hogy műsort vezessél. Hát nagy kihívás volt, és meg kellett tanulnom azt, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk a könnyebb helyzetben időnként, akik a mikrofon túloldalán vagyunk. Elég nehéz feladat a mikrofon másik oldalán is ülni, viszonylag okosnak látszó kérdéseket tenni, odafigyelni egyébként a válaszadóra, és közben az ember megfogalmazza magában a következő kérdéseket is, hogy egy negyed órát, vagy akár egy órát élvezhetőbbé tegyen. A másik, ami nagyon furcsa volt nekem, hogy vaktába beszélünk, mert még itt egy televíziós adásban sok minden van, gesztikuláció, látják, hogy ülünk, látják, hogy beszélgetünk, teázunk, addig a rádióstúdióban ilyen nincsen, tehát ott egészen másféleképpen kellett beszélgetnünk ahhoz, hogy fél perc alatt ne kapcsolják el a rádióhallgatók magát az adót. Én még egyetlen egy olyan interjút sem láttam veled, ahol ne lett volna a kezedben akár ez a konkréttól, akár bármelyik másiktól, és egy papír, és időnként az interjú közben jegyzetelsz. Ez azért van, mert a hivatásodnál fogva, tehát hogy ügyvéd vagy, ennyire precíz vagy, vagy pedig ennyire erős a, hát hívjuk kis túlzással, kontrollneurózis, hogy nehogy elfelejtsd azt, amit akarsz mondani, vagy amit a másik kérdezett. Hála Istennek ezt a kontrollneurózist nem ismerem, viszont magamat az elmúlt 30 évben annyira, hogy ez valóban hozzánőtt, nem ez, mert egyébként elég gyakran cserélek tollat és veszítem el, és marad nálam másé, de egy beszélgetésen és egy riport közben, amikor a kérdező 3-4-5 dologra is rákérdez, és egy hosszú kérdést fogalmaz meg, amiben néhány állítás is van. Adat esetleg. Adat és sok minden, akkor nekem az egy nagy segítség, hogy fölírom, mert amikor elkezdek beszélni és válaszolok, akkor lehet, hogy csak egy elemet vagy kettőt emelek ki belőle, viszont én azt hiszem, hogy azért ülünk le, hogy amit tőlem megkérdeznek, arra választ is várnak, ezért ez egy ilyen kis kisegítő eszköz, mellesleg még vizuális is vagyok, úgyhogy én nyilakat is szoktam időnként rajzolni, amit senki nem tud megfejteni, vagy egy-két számot vagy betűt leírni, ami segíti azt, hogy valóban párbeszéd legyen közöttünk, mert ugyan ismerem a politikából és a közéletből, hogy teljesen mindegy, hogy a kérdező mit kérdez, egy gombot meg lehet itt nyomni, és akkor darálja az ember azt, ami egyébként az adott napi házi feladata vagy leckéje, de én nem tartozom ebbe a világba. Amikor tudtam, hogy vendégem ezzel, akkor valami rád suhant a fejemben, milyen érdekes, hogy a világpolitikában többen is vagytok nők, Angela Merkel vagy Margaret Thatcher, akik nagyon meghatározó figurája a politikai életnek, és hazánkban te, hogy milyen véletlen, hogy mindegyik konzervatív, hát nyilván találhatunk liberálisat is, de azért egy nagyon markáns karakterű asszonyok veled együtt. Mi az, ami mondjuk téged speciálisan vonz a konzervatív értékekben? Én is sokat gondolkodtam ezen, hogy ha most föl kellene sorolni bárkinek, az utcaemberének, vagy nekünk 5-10 politikus asszonyt, akkor biztos, hogy többségükben lennének a konzervatív nők.
És minden bizonnyal összefügg azzal, hogy más a viszonyulásuk a közélethez, és konzervatívnak lenni az nem csak egyfajta gondolkodásmódot vagy ideológiát jelent, hanem egy magatartásforma is. A józanság, a realitás határozza meg az élete minden más területét. Teljesen mindegy, hogy a politikába kerül közéleti szereplőként, ügyvédként, műsorvezetőként. Konzervatívnak lenni az egy életforma. Egyfajta szélsőségektől mentességet jelent, egyfajta józan realitást. Sok bölcsesség van abban, hogy az elődök iránti tisztelet és az utódok iránti felelősség az úgy beleragad egy emberbe, mert az a tudás, és legyen az történelmi hitbeli és egyéb tudás, ami előttünk vagy mögöttünk van, azokat tudni kell felhasználni a mindennapjainkban. Ezért sokkal óvatosabbak, sokkal inkább van egy belső szűrőjük arra nézve, hogy a döntések meghozatalánál sok-sok szűrőn keresztül kell átengedni azokat az érveket, mire az ember a döntését meghozza. Egyfajta igényességet is jelent egyébként számomra a konzervativizmus, ami mindenféle demagógiától és populizmustól, pedig tudom, hogy most ennek volna itt az időszaka, hogy az ember a csillagoseget leígérje az égből és kóklerkedjen, de ez olyan messze áll tőlem, ami valószínű, hogy ezzel a konzervativizmussal függ össze. Ahol fantasztikus eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, de nincsenek jogok kötelezettségek nélkül. Ahol tudomásul kell vennünk, hogy mi is szem vagyunk a láncban. Számomra a konzervativizmus az a türelmesen építkező embernek a világképe, ettől megfontoltabb, józanabb, és ettől sokkal inkább a realitásokra épít, és érdekes módon a konzervatívok között soha nem volt forradalmása, de nihilista sem volt közöttük, mindig a mértéktartás határozza meg az életüket, legyen ez egy család, legyen ez egy munkahely, vagy akár a közélet, és van benne elég komoly vallásosság, ami sok dologban moralitást jelent számomra, szóval nincs kétféle erkölcs, nincs magánélet és nincs közéleti erkölcs, egyféle van, és az az enyém. És ebből adódik, hogy elég nagy a különbség egyébként a politikusok között ez ügyben, mert rám nem lehet rám kényszeríteni egy kettős mércét, nem lehet rám kényszeríteni egy kettős látást, hogy csak oda lássak, ide ne lássak. Ezek mind-mind szerintem összefüggésben vannak a konzervativizmussal, amit én egyébként egy rendkívül jó értékrendnek tartok. A kizárólagosság persze egyikből sem jó, de ahhoz, hogy ebben az országban békesség legyen, ahhoz, hogy tisztességes párbeszéd legyen, hogy szóértés legyen, ahhoz nagyon fontos ma Magyarországon is a korszerű konzervativizmusnak a jelenléte, mert én ma azt látom, hogy mindent a pragmatizmus ural, mindent. Az én értékrendembe például nem fér bele, hogy a cél szentesíti az eszközt. Az én értékrendembe nem fér bele az, hogy a politikába lehet lopni, csalni, hazudni, másnak az adatait elvenni, belenyúlni másnak a táskájába, még akkor is, ha abban nincsen semmi. És még egyszer azt szeretném aláhúzni, nem szentesíthet a cél tisztességtelen eszközöket. Ezek mind-mind benne vannak egy konzervatív politikusnak a norma világában, az értékrendjében. Ha már moralitást emlegettél, van a te politikai pályafutásodban egy, inkább kettő, maradjunk így, és akkor a kínos kérdéseken gyorsan átesünk. Két olyan momentum, ami hát maradjunk annyi, hogy egy kicsit kényes volt. Az egyik, az első, amikor az akkori köztársaság elnök Göncz Árpád kegyelmi kérvényét, ugye Kunos Péterről van szó, a bankáról, ellenjegyezted. A mai napig meg vagy róla győződve, hogy azt jogászként jó döntésnek tartod? Igen, és nem is hoztam volna meg, hogyha kételjem lett volna az iránt, hogy ez a döntés kifejezetten szakmai döntés volt. Kifejezetten szakmai, na ez az a kérdés, amiben morális elemek csak annyiban kapcsolódhattak, hogy van egy törvény előtti egyenlőség. És ezt a fajta törvény előtti egyenlőséget nem lehet egy olyan intézménnyel, most ezt idézőjelben mondom, kijátszani a kegyelmi kérvénnyel,
hogy egyébként a magyar bíróságok által első másodfokon elítélt személyek esetében mentességet adjon akár a köztársasági elnök úr, akár az igazságügyminiszter maga a büntetés végrehajtás alól. Persze számtalan eset van. Én magam is kezdeményeztem ilyet. A börtönben ülő apa felesége otthon meghalt, és két kiskorú gyermek maradt otthon, és választani kellett, hogy vagy állami gondozásba kerülnek a gyerekek, vagy feltételesen szabadlábra helyezik az egyébként közlekedési bűncselekményt elkövetett apát. Ilyenkor gondolkodás nélkül úgy mérlegeltünk, mert az eset összes körülményeit kellett figyelembe venni, hogy ezt a döntést meghozzuk. Ebben az esetben itt ilyen körülmények nem indokolták egyébként a végrehajtásnak, végrehajtás alóli mentesítést, és ez egy szakmai kérdés volt, amit azóta is vállalok. Ez volt az egyetlen és első eset, amikor szembe kerültem a köztársasági elnök úrral, nem személy szerint vele, hanem két szakmai érv állt egymással szemben. Ennek azonban volt egy előzménye, és az előzmény egy olyan anya volt, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt az eset előtt, aki halálba segítette a gyermekét. Erre emlékszem, a hajszárítóval, ugye? Több kísérletet tett, párnával, hajszárítóval, egyebekkel, és végül a gyerek meghalt. A bíróság úgy ítélte meg, hogy ez emberölés. Akkor engem nagyon meglepett a köztársasági elnök úrnak a döntése, aki kegyelmet adott, pedig az igazságügyminisztérium akkor úgy terjesztette föl, hogy ez kimeríti az emberölésnek a kategóriáját. És ma, amikor azt látjuk, és ezt láttuk 4 évvel ezelőtt is, és 5 évvel ezelőtt is, hogy annyi olyan betegség van, rák, beleszületett betegség, rendellenességek és egyebek, amivel szinte minden nagyobb családban van egy-egy ilyen eset, amikor egy családnak össze kell fogni, és segíteni kell. És ha kell, akkor családi körülmények között a szép halált úgy kell elősegíteni, hogy a rokonaival, a szeretteivel legyen együtt a halála előtti időszakban, és utolsó percig mindent megtenni azért, hogy hát ha sikerül, hát ha, mert azért elég magas az orvostudomány, vannak megmagyarázhatatlan dolgok, hogy sárgarépa létől, és nem tudom én miket hall az ember valakinek az egészsége helyreállt, és sok minden, és én nem hiszek abban, hogy föladhatja egy anya azt a reményt, hogy a gyereke meggyógyulhat, vagy azt a reményt, hogy utolsó percig szeresse és gondozza őt, mert egyedül rászámíthat. És nekem ez egy olyan mély hatással volt rám ez a köztársasági elnöki döntés, hogy egy anya így módon mentesülhet a büntetett előélet, vagy hát a büntetés végrehajtás alól. Azóta is motoszkált ez bennem, emberileg sem tudtam megemészteni, és morálisan sem ezt a kérdést, szakmailag pedig jogilag egyáltalán nem. És utána jött ez a második eset. Ott is úgy éreztem, hogy sokkal inkább csak azért ellenjegyezték az elődeim, illetőleg az előd miniszterem akkor ezt a köztársasági elnöki döntést, hogy ez a konfliktus elkerülhető legyen. A konfliktust elkerülték, viszont egy nagyon rossz precedens volt arra, hogy egy anya halálba segíthet gyereket, hogy erre volt indoka. Talán ez is közrejátszott abban, amikor én úgy döntöttem, hogy vállalni kell a köztársasági elnök úrral szemben is, ugyanis a köztársasági elnök Magyarországon nem visel politikai felelősséget semmilyen formában, azt helyette mindig a végrehajtó hatalom viseli, de ez már egy messze nyúló szakmai kérdés. Igen, csak azt mondták akkor, hogy egyszerűen a politikai protokollban nem illik elejegyezni egy ilyen döntést. Nem tudom, ez nem az én szakmám. Így is megfogalmazható, hogy ez egy politikai protokoll. A köztársasági elnök oldaláról biztos, az igazságügyminiszter oldaláról viszont egy szakmai döntés mindenféleképpen, és akkor ott úgy szintén, mint ebben az esetben, jogerős bírói döntések voltak, kimerítve egyébként a legfelsőbb bíróság felülvizsgálati eljárását és egyéb kérdéseket, és azért mégiscsak a bíróság az, amelyik a konkrét ügy megítélésében dönteni tud. Ami a nem a konkrét ügyhöz tartozik, például utóbb a családi körülményeibe beállott változás, vagy a súlyos betegsége például, ezek adhatnak okot arra, hogy kegyelmi kérvényen keresztül mentesüljön a végrehajtás alól, de amit egyszer a bíróság ítélt dolognak tartott,
abba az én szakmai meggyőződésem is az, hogy a kegyelmi ügy utóbb ne avatkozzon bele. Más kérdés, hogy ennek még nem alakult ki a gyakorlata, elég kevés ilyen is hasonló eset volt. No és a másik kérdés, biztos kitaláltad magadtól is, hogy mi az, amire gondolok. Az a bizonyos szerencsétlen ügy, amikor egy labdarúgó mérkőzésen rasszista megjegyzéseket tettek, és megkérdezték tőled, hogy erről mi a véleményed, és azt mondtad, hogy nem értesz a focihoz. Hogy ez milyen körülmények között született ez a válasz? Egyáltalán jól hallottad a riporter kérdését, ha jól tudom, akkor telefoninterjú volt, vagy hogy gondoltad, hogy gondolod ma? Ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy volt az én életemben. Ezt hadd mondjam el az egész történetet, mert itt a kérdésből is kiderült, hogy mindenki más tévedhet. De ezen a napon Kapolcson voltunk, ahol Kapolcson volt egy művészeti fesztivál, ahol úgy kell bemenni Kapolcsra, hogy egy ilyen nagy batyuba le kell rakni az embernek a politikát, és ott bent nem lehet szó politikáról. Megnyitottam a Kapolcsi fesztivált, több rendezvényem volt ott, és az egyik kereskedelmi televíziónak az újságírója megkérdezte tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy Várszegi úr megvette a Fradit. És én erre a kérdésre válaszoltam, és azt mondtam, hogy nem tudom, hogy ez üzlet, nem tudom, hogy ez politika, nem tudom, hogy mi áll e mögött, nincs nekem ehhez megfelelő információ, és engedtessék meg a kormány egyetlen nő tagjának, hogy ne foglalkozzon a focival. És utána elváltak útjaink, én akkor kezdtem meg a nyaralásomat, aztán két nap múlva az egyik kollégám rám törte az ajtót, hogy most már valamit reagálni kellene. Én nem a Csurkára reagáltam, én nem azokra az ott elhangzott nyilatkozatokra reagáltam, amit te is említettél az előbb, hanem arra a tényre, hogy megvásárolta Várszegi a Fradit. És azért is volt értelmetlen ez a dolog egyébként, mert a Magyar Demokrata Fórumnak akkor az igazságügyminiszteri tárca jutott abban a kormányban. Én azokban a napokban is és hetekben is mindent megtettem annak érdekében, hogy például a pótmagánvád intézménye bekerüljön a magyar jogrendszerbe, mert már korábban is voltak egyébként ilyen futball rendezvényeken különféle kijelentések, amikor az ügyészség nem engedte tovább az ügyet, és azt mondta, hogy itt nem történt bűncselekmény. Én magam akkor miniszterként úgy ítéltem meg, hogy ebben a kérdésben ne akadályozza meg az ügyészség azt, hogy az ügy maga a bíróság elé kerüljön. Mert megnyugtató módon egy bíróság tudja azt mondani, hogy elítéli, felmenti, bűncselekmény, nem bűncselekmény. Az ügyészség, amelyik egyébként az állam hatalomnak az egyik képviselője, azt ne akadályozza ezt az eljárást meg. Így került bele egyébként akkor a magyar büntető szabályok közé a Pót Magánvád intézménye, és ez volt az elsődleges indoka. Tessék elminni egy bíró elé ezt az ügyet, és ha a bíró azt mondja rá, hogy nem bűncselekmény, akkor vegye tudomásul mindenki, mert mégiscsak a bíró az igazságszolgáltatás, nem pedig a rendőrség és az ügyészség, akik egyébként az egyik egy ilyen hierarchikus utasításra dolgozó szervezet, mint az ügyészség, a másik pedig a mindenkori belügyminiszter alatt, vagy a mindenkori kormányzat alatt működik, és ez a rendőrség. Tehát még ez is ellentétben áll azzal, hogy tőlem ilyen gondolat rendkívül távol áll. Én egy hívő keresztény ember vagyok, akitől mindenféle ilyen gyűlöletkeltés és mindenféle kirekesztés és egyéb nagyon-nagyon messze van. Én utóbb is nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetett ezzel a szerintem nem véletlenül, hanem szándékosan összeállított mondatokkal, és inkább csak a narrátor alámondó szövege volt az érdekes ebből, nem az én mondatom. Hogy lehetett ebből egy olyan nehéz helyzetet előállítani, amiből tudatomon és akaratomon kívül sérthettem meg olyan embereket, akiket én magamtól egyébként soha meg nem sértenék, mert rendkívül távol áll tőlem. Én azt hittem, ezt követően megjelentettem a Népszabadságban egy cikket, az volt a címe, hogy Fröccsen, bocsánat, hogy Fröccsen a sár, és pontosan az összes ellenérvemet fogalmaztam meg ezzel a rossz ízű, már-már az én személyiségemet lejárató híradó részlettel szemben.
Sajnos a kereskedelmi tévének az volt a védekezése, hogy ezt egy vidéki stúdió vette föl, ezt a beszélgetést, és hogy a vidéki stúdiónak másnap vagy két nap múlva fontosabb dolga volt, és letörölték ezt a kazettát. Ebből adódóan nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültem, és nyugodtan mondhatom azt, hogy úgy maradt ez az ügy rajtam, hogy minden egyes alkalmat megpróbálok felhasználni arra, hogy ezt lemossam magamról. Könyvet adtunk ki, ahol Várnai Sórer Judittal beszélgettem erről a kérdésről, ahol Várnai Sórer Judit azzal kezdte a beszélgetést az izraeli nagykövet asszony, hogy már akkor sem hitte, amikor az újságban megjelent, hiszen ő ismer, tudja, hogy az én világomba ilyen nem fér bele, és nem férhet bele. Rendkívül kényelmetlen volt ez éveken keresztül, és ma is annyira bánt, amikor meghallom azt, hogy ilyen fricskaként jegyzik meg emberek azt, hogy bezzeg nem ért a focihoz. Legutóbb elmentem a zsinagógába, a gettó felszabadításának a megemlékezésére, a 60. évfordulóra, és elmentem egy padsor mellett, ahol a hátam mögött megjegyezték ezt az egy mondatot, és mint aki lefagyott, vagy földbe gyökeredzett a lába, megálltam, és visszamentem, és elkezdtem beszélgetni az emberekkel ott, hogy valahogy tegyük tisztába ezt a kérdést, és azóta nagyon-nagyon sok újságban foglalkoztunk ezzel, de valahogy szállóigévé vált ez, és talán a legnagyobb sértés volt rám nézve az elmúlt 15 év alatt ez az ügy, amiben akaratomon kívül kerültem bele. Hányszor kell majd elmesélni, ha még élsz? Minden bizonnyal mindig lesz jó akarom. Aki bár maga tudja már, hogy ez nem így volt, nem arra, nem azt nyilatkoztam, de egy fricskának mindig jó lesz, és talán ezért bánt. Ezt a keresztényi, mondjuk egy kultúrát, a vallást, a hitet, ezt otthonról hoztad, Bajáról, szülőktől? Igen, igen. Szüleid mivel foglalkoztak? Az édesapám bedolgozó volt, egy... Ezt a maiak nem tudják, hogy mi, szerintem. Igen. Hát a nagyapámnak volt egy gyára, egy posztógyár, ahol mindenféle szép kelméket szőttek, nem volt ez egy nagy üzem, 15-20 családnak adott munkát, azt államosították, és azt követően, amikor az első szövetkezetek létrejöttek, akkor édesapám egy ilyen szövetkezetben, miután neki is ez volt a szakmája korábban, egy ilyen szövetkezetben volt tag, és különféle szép dolgokat, szőtteseket készítettünk otthon, mert otthon volt egy hatalmas műhelyünk, ahol szeremlei szőtteseket, nagyon szép függönyöket, szádafüggönyöket készítettünk, és mi gyerekek meg a fonalat, meg a hozzávalókat készítettük elő. Ez egy olyan családi műhely volt, ahol látástól vakulásig tudott mindenki dolgozni, gyerek felnőtt egyaránt ahhoz, hogy egy ilyen több generációs nagy családban legalább átlagos szinten tudjunk megélni. Én hálás leszek a sorsomnak, hogy ilyen körülmények között nőhettem föl. Én 12-3 évesen úgy dolgoztam iskola előtt, iskola után, hétvégén, hogy aztán gimnazista koromban már pénzt is kerestem ezzel, mert amit dolgoztam, azt fölírtam, és akkor havonta egyszer vagy két havonta a szüleim elszámolták nekem, úgyhogy azokra az igényeimre, hogy szerettem jó farmert venni, vagy jó könyveket venni, vagy eljutni Pécsre vagy Pestre egy hangversenyre vagy egy színházba, ahhoz már megteremtettem magamnak viszonylag fiatal koromban a pénzt, és ez jelentette egyben a munkabecsületét, jelentette a pénznek a sokkal nagyobb tiszteletét, és jelentette azt a függetlenséget, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, hogy két lábomon, két kezemmel megállni a világba. Ezt jó is, hogy mondod, mert persze tudom a kötelező választ, hogy de be fogtuk jutni a parlamentbe, de ha mégis valami csoda folytán nem sikerül ez az MDF-nek, akkor gondolkodtál már, hogy egy ilyen helyzetben hogy folytatnád az életedet? Hát én valóban minden erőmet arra koncentrálom, hogy a Magyar Demokrata Fórum minél jobb eredményt érjen el, és úgy, ahogy nagyon sokan voltak a huhogók közül, akik az európai parlamenti képviselőválasztáson is ellenünk beszéltek, sikerült, vagy akár előtte a
az önkormányzati választáson. Ott is sikerült egyébként az önállóságunkkal néhány megyébe 10% fölötti eredményt elérni. A Magyar Demokrata Fórum mindig jobban szerepel egyébként magán a választáson, mint az azt megelőző közvéleménykutatásokban. És ezért én egyértelműen arra készülök, hogy ott leszünk, mi több, az MDF lesz a harmadik erő, amelyik nagyon fontos társadalmi pozíciót és szerepet fog betölteni a következő parlamentbe. De az számomra a világ legtermészetesebb dolga, hogy ez is olyan, mint a sport. Versenyben vagyunk 3-4-5-6-7 párt, és egy választás az mindig azt jelenti, hogy térdre is imára a választópolgárok előtt, és mindenkinek legitimitást csak a választók adhatnak. Tehát én abban bízom, hogy adnak a választók egy komoly felhatalmazást, de ha a kérdésedre szeretnék válaszolni, nem fog összedőlni a világ, és nyilván van többfajta jó polgári szakmám is, és az élet megy majd tovább, szegényebb lesz a magyar közélet egy olyan konzervatív párttal, amelyik itt élte 15 év alatt az életét, amelyikről tudni lehetett, hogy kormányon sem szállt el, és soha tisztességtelen eszközökhöz nem nyúlt, hogy milyen volt a viszonya a közpénzekhez, mindenki láthatta. Olyan koldus szegényen párt még nem került ki választásból, mint a Magyar Demokrata Fórum annak idején, vagy akár az én kormányzati működésemben egy ceruzát nem tudtak bebizonyítani, hogy bárki elvihetett abból a tárcától, az igazságügyminisztériumtól, vagy bármi visszaélés történt volna, mert azért akadályát jelentette ott minden visszaélésnek az, hogy tudták rólam, hogy órái vannak azoknak az embereknek, akik bármiféle tisztességtelen dologban részt vesznek, legyen szó közvetlenül a miniszteri munkatársaimtól, vagy akár a büntetés végrehajtásban, mindennek volt következménye. Tehát sokkal szegényebb lenne a közélet, és ma a békességhez vezető út, a politika és a közéleti békességhez vezető útban a Magyar Demokrata Fórum megkerülhetetlen. Én nagyon bízom abban, hogy ezt a fajta egypárti ellenzék, egypárti kormány vízióját elutasítja a magyar társadalom, mert talán a kétszínű politika az komoly veszélyekkel jár a magyar társadalomra, hosszú távon pedig az egész parlamentáris demokráciánkat áshatja alá. Ha szeretik egymást azért, mert abból nagy koalíció lesz, ha meg nem szeretik egymást, ketté szakítják az országot. Szóval kellenek azok a pártok, amelyek segítik a szóértést. Adott esetben kellenének olyan pártok, akik segítik az átjárhatóságot. A sokkal inkább megbízható pártszövetségeket. Én nem hiszek abba, hogy egy pártnak a párt programjával hosszú távon eredményt lehet elérni, azzal meg végképp nem értek egyet, hogy egy politikai párt mehessen a közéletben, mint kés a vajban. A 20. században két világégés bizonyított rá arra, akár jobboldali, akár baloldali, ha egy politikai erő kontroll nélkül indulhat meg, és én ezért sokkal inkább vallom az európai többpárti demokráciáknak azt a szükséges gyakorlatát, hogy senkinek nincs a bölcsekköve zsebébe, itt kellenek a hatalmi fékek, ellensúlyok, az egymást csiszoló erők, a sokkal szélesebb társadalmi beágyazottság, a több szem többet lát elve alapján egy sokkal kiegyensúlyozottabb politizálásra volna a szükség, és ennek a garanciáját én ma a több pártrendszerbe, és ezen belül pedig egy korszerű konzervatív értékrendű Magyar Demokrata Fórumban látom. Mindenben ilyen szenvedélyes vagy? Igen. Én nem tudok másként élni. Szóval vagy hiszek valamiben, és akkor a nap 24 órájában meg tudok szakadni a munkában, és ezt nem lehet rajtam észrevenni, vagy ha nem hiszek valamiben, akkor az a napi egy vagy két órás munka is iszonyúan a terhemre van. És én azt látom, hogy amit az ember nagyon szeretne elérni, és nagyon sokat dolgozik érte, annak mindig van eredménye, nincs értelmetlen küzdelem, és minden küzdelem az embert minősíti, és én hiszek abban, amit csinálok. Azt nem mondom, hogy a véletlenen múlt, hogy politikus lettél, de valahol olvastam, hogy azt mondtad, hogy azért indultál el 90-ben, mert úgymond az esélytelen nyugalmával, és tulajdonképpen nem is számítottál arra, hogy győzöl. Az hogy volt? Túl voltam egy autóbaleseten, ami rendesen megviselt, a trabantomat is összesöpörték és elvitték a helyszínről, de darabokba vittek el engem is, és utána otthon voltam majdnem egy évig,
amikor újra kellett tanulnom járni és sok minden, na akkor lábadozott egyébként a több pártiság Magyarországon, és minden lábadozó pártnak a képviselője eljött hozzám, mint egy ügyvéd, aki éppen most rengeteg ideje van, mert ágyhoz voltam kötve, alapító okiratoktól kezdve szervezeti működési szabályzatokat, bejegyzési határozatokat, és sok mindent készítettünk arra, hogy a pártok hogy kezdik meg akkor a működésüket, úgyhogy én akkor minden akkori ellenzékinek minősülő kis csírával jó kapcsolatot ápoltam a választókerületemben, és aztán miután az én szakmám, az ügyvédi szakma, az egy szabad ember szakmája, őt nem lehet megfenyegetni azzal, hogy kirúgják az állásából, nem lehet megfenyegetni azzal, hogy retorzió érje a munkahelyén, ezért én könnyen vállaltam a nevemet és a véleményemet mások helyett is, akik sokkal nagyszerűbb emberek voltak akkor, mint én, viszont iszonyú sok szállal kötődtek a tanácshoz, a TSZ-hez, a munkahelyekhez és egyebekhez, nagy családokkal, akiket bizony hátrány érhetett volna, és mint egy ilyen előretolt emberük voltam, és én ezt szívesen csináltam akkor. Még az MDF tagkönyvemért is úgy mentem ki, hogy én ezzel a honlányi kötelességemnek eleget tettem, hiszen két pici gyerekkel egy baleset után ezzel kifejeztem a mérhetetlen örömömet, hogy több pártrendszer lesz Magyarországon, hogy végre lesz egy szabad választás Magyarországon, és azt hittem, hogy ha berakom a szekrénybe ezt a tagkönyvet, ezzel minden kötelezettségemnek eleget tettem, és aztán fölgyorsultak az események, és végül ott találtam magam háromszori meggyőzés után, mert kétszer elküldtük a férjemmel engem meggyőzni kívánó csapatot, hogy legyek képviselőjelölt, és harmadszorra mondtam igent, és való igaz, hogy egy olyan ellenjelöltem volt, aki akkor a szocialista vagy az MSZNP-vel szemben a Hazafias Népfront jelöltjeként jutott a parlamentbe, akinek hatalmas közéleti gyakorlata volt, egy jó beszédű ember volt, mellesleg TSZ-elnök volt az én választókerületemben, és minden TSZ-el jó kapcsolatot ápolt, egyfajta minta TSZ volt egyébként az ő szövetkezete, és én úgy gondoltam akkor, hogy hiszen ő már akkor nem a hatalom embereként vett részt a politikába, óriási eséllyel indul, és ez a nyugalom vezetett engem, hogy minden bizonnyal ő meg fogja ezt a választást nyerni, ezért a két éppen bölcsöd és óvodáskorú gyerekem mellett vállalhatom ezt a kihívást. És aztán a választás éjszakáján sóhajtoztunk ott, hogy Uramisten, és holnaptól mi lesz, amikor majd kell Pestre menni, és nem tudom, hogy a munkámat elláthatom, mert nem tudom, mi lesz a gyerekeimmel, nem tudom, hogy mennyit fogok keresni az éppen akkor jól működő, vagy éppen beindult ügyvédi irodámhoz képest, és nagyon, nagyon nyomasztó éjszakám volt, szóval akkor éreztem azt, hogy Uramisten, mi lesz ebből, és hát nagyon nagy segítség volt számomra a férjem, meg hogy a gyerekek soha nem voltak nyafogósak, hisztisek, mert azért én elsősorban nő vagyok, és elsősorban anya vagyok, meg elsősorban feleség vagyok, és nekem ugyanúgy feladatom, mint bárki másnak ebben az országban összetartani a családját, meg megszervezni az ő életüket, meg figyelni arra, hogy iskola, meg munkahely, meg nem tudom én milyen gondokkal kapcsolatban azért én is képben legyek. Hát az első időszak az nagyon nehéz volt, és aztán nagyon sok munkát átvállalt a férjem, és így sikerült a gyerekek kiskorán túljutnunk, és eljutni oda, hogy ma már mind a két gyerekem nagyon elfoglalt. A nap 24 órája kevés nekik arra, hogy főiskolán, egyetemen, vagy akár már gimnáziumban is így volt, külön órákkal, nyelvóra, sport, kitöltötték az életüket egy csomó hobbival, és nem nagyon nyafogtak azért, hogy nem vagyok otthon, azt a kevés időt megpróbáltuk nagyon praktikusan kihasználni, amit együtt tölthetünk. És az nem volt rossz, hogy amikor Pesten voltál 3-4 napig, és esetleg a féleddel beszéltetek, és azt mondta, hogy lázas a gyerek, hogy nem vagy ott, vagy nem látsz ott mellette? Rettenetes nehéz volt. Az első időszakban nem tudtam aludni Pesten, mert addig ugyanúgy, mint minden más családban. A szomszédszobában ott volt a gyerek, átmentem, beteg volt, lázas volt, szuszogott, betakartam, lekapcsoltam, felerősítettem a kályhát. Az első egy hónapban nem kívánom azokat az éjszakákat senkinek. Sírtál? Nem. Sírni nem sírtam, de egy éjjel 4-5-ször fölkeltem, és akkor fölhívtam a férjemet telefonon, és megkértem, hogy menjen át a másik szobába, nézze meg a gyerekeket, és akkor egy kicsit vissza tudtam feküdni. Nehéz egy időszak volt ez.
Hála a jó Istennek egyébként, hogy olyan ritkán voltak az én gyerekeim betegek, hogy azt azért megtehettem, hogy amikor valamelyik gyerek beteg volt, és amikor kicsik voltak 90 és 96 között, akkor bizony fölültem a vonatra, mert az első 4 évben vonattal jártam, fölültem a vonatra és hazamentem, mert ott kellett maradni a gyerek mellett és gyógyítani kellett, de még egyszer mondom, valahogy a Jóisten is megkímélt minket ebben az időszakban, mert egy-két lázas dolgon kívül egyszer volt a lányomnak egy vakbélműtéte gimnazista korában, de komolyabb betegségük nem volt, és ez is segített engem abban, hogy tudjak a közéletben úgy részt venni, hogy itt nem lehet egyébként félgőzzel megmaradni. Szóval itt vagy valaki beleveti magát ebbe a munkába, vagy menjen haza, és legyen csak választó ilyen értelemben, mert nem lehet azt mondani, hogy félúton kiszállok belőle, vagy letelt a munkaidő. Ez olyan, mint egy centrifuga. Egy végtébe benne vagyok, és a politikus társaim is. De ahhoz, hogy ezt a centrifugát az ember bírja, ehhez azt kell tudnom, hogy otthon minden rendben van. És hogyha ez nem így van, akkor egy perc alatt én is otthon vagyok, és én is a gyerekemet látom el. Az más kérdés, hogy nem sokszor adott rá az élet okot, hogy én ezt magam itt csináljam. De mostanában adott rá okot, mert hiszen a közbeszéd tárgya veled kapcsolatban ezekben a napokban vagy hetekben pont az volt, hogy gyakorlatilag a kampány elején elutaztatok a fiathoz Ausztráliába. És akkor is azt mondtad, hogy elsősorban anya vagy. Nem bántad meg, hogy elmentél? Azt a döntést anyaként meghoztam, de amikor hazaértem politikusként is azt mondom, hogy nem bántam meg. Egyrészt ez a kezdeti kampányidőszaknak az a 2 hete, az pont egy olyan időszak volt, amikor politikus társaim besegítettek, nagyon komolyan helyt álltak, és sem a nagy politikai vitákból, sem a nagy kampányrendezvényekből nem hiányoztam. Ugyanakkor azt éreztem, hogy a fiamnak szüksége van rám. Mi egy ilyen összetartó család vagyunk, mi a mai napig együtt járunk nyaralni. Mi pont azért, mert az évközben kevesebbet tudunk együtt lenni, de soha nem mondják a gyerekeim, hogy adjam azt a pénzt oda nekik, amit nyaralásra szánunk, és ők elmennek a barátokkal, vagy külön tőlünk, hanem együtt járunk nyaralni, és azt a kevés időt, amit együtt tölthetünk, azért arra ügyelünk, hogy addigra hazajön a lányom is, a fiam is, és ha kell, társasozunk, ha kell, kártyázunk, beszélgetünk, moziba megyünk, de így értem azt, hogy egy elég erősen összetartó család vagyunk, még annak ellenére is, hogy kamaszkoron túljutott gyerekeknél hamar megesik az, hogy vannak évek, amikor szívesebben vannak baráti társaságban, mint a szülőkkel. És most úgy éreztem, amiki el akart menni, mindenféleképpen is mi segítettük is abban, hogy nyelvet tanuljon. Már a gimnáziumban akkor megbeszéltük, hogy gimnáziumban ne menjen, mert akkor még kiskorú, meg szóval féltünk attól, hogy elengedjük 18 év alatt, és amikor először elindult a nyáron, hogy egy nyelviskolába beiratkozik, akkor Londont nézte ki, és akkor volt Londonban az a nagy terrortámadás, ami egy héten keresztül sokkolt mindenkit. Itthon is, hát még az, aki éppen akkor oda készült, és akkor ajánlották neki, hogy egy nyugalmasabb ország, és menjen oda. A távolság viszont óriási, és 4-5 hónap különlét, közben volt egy karácsony, szükségessé tette azt, hogy egy rövid időre is, de kimenjünk és a család együtt legyen. Karácsonykor egyedül volt kint? Igen. Igen. Családnál vagy? Nem, albérletben lakik. Teljesen egyedül karácsonykor? Albérletben lakik. Igen, hát persze volt barátnő. A karácsonyt az soha nem tölti egyébként valaki egyedül, tehát van a környezetében barátja és barátnője is, de hát az nem mérhető. Minden más napon nagyon jó, hogy ott van egy barát. Minden más napon nagyon jó, hogy ott van egy barátnő. Csak karácsonykor, az elmúlt 21 néhány évben soha nem karácsonyoztunk külön. Az a család legbelsőségesebb, legszentebb ünnepe. Talán ez is egy kicsit közrejátszott abba, hogy iszonyú szükségét éreztük úgy január 1-e után már, hogy elmenjünk életőleg, hogy egy kis szeretetet vigyünk neki. A férjedről nem volt még szó, talán nem véletlenül, mert minthogyha ő maga tudatosan hozott volna egy olyan döntést, nem, hogy ő nem lesz politikus férj,
hogy a politikus feleség analógiával érek, tehát miközben ismert politikus társaidat különböző kampányrendezvényekre a feleségek most már elkísérik, és egyre intenzívebben vesznek részt a férjek életében. A te férjedet, hát én azt hiszem, hogy csak ilyen társasági rovatokban láttam egyszer-kétszer valamilyen rendezvényen vagy bálon. Miért nem tart veled? Politikai rendezvényekre soha. A bálokra mindig eljön velem, hiszen én nem megyek el egy bálba a férjem nélkül, mert azért... Te szeretsz táncolni, ugye? Hát táncolok, de kifejezetten csak a férjemmel például, tehát soha nem táncolok idegennel, és ilyen nagy, vagy nagy rendezvényre, mint egy bál, azt mindig elkísér oda, politikai rendezvényekre viszont nem. Ő maga nem is politizál, ezért fantasztikusan jól megértjük egymást. Kire szokott szavazni? Nálunk soha nem. Szenzitív adat. Szenzitív adat. És ez, mi otthon nem szoktunk beszélni például a politikáról, jó zenéket hallgatunk, minden másról beszélünk, és nekem ez egyébként egy fantasztikus kikapcsolódás, hogy amikor én a férjemmel vagyok, akkor véletlenül sincs ott nálunk politikáról szó, tehát ez egy egészen másfajta világ, ami úgy kimossa az ember agyát. Előbb van szó nálunk a festészetről, a szobrászatról, kutyatartásról és sok minden másról, mint a politikáról. És való igaz az, hogy a férjem elég korán kinyilatkoztatta, hogy ő nem szeretne Dávid Ibolyáné lenni. Ő a maga szakmájában sokat dolgozik, aztán él a hobbiának, és ebből adódóan ő ilyen pótkerék szerepet nem szívesen vállal, hogy az én politikai életem mellett részt vállalna. Azt mindenki tudja rólunk, hogy mi összetartozunk, hogy közel 30 éve tartozunk együvé elválaszthatatlanul. Ha nagyon megkérem, akkor eljön egy-egy rendezvényre, ami nem éppen bál, hanem ahol egyébként szükségét érzem annak, hogy oda aztán mégsem mehetek el a férjem nélkül. Oda eljön, de az elmúlt 11 néhány évben kapott annyi támadást a férjem ok nélkül és alap nélkül, amire ő nem szolgált rá, mert én politikusként ki vagyok téve mindenféle támadásnak, az egy dolog, de nem elég egy férjnek elviselni, hogy a felesége nagyon sokat nincs otthon. Nagyon sok rendezvény miatt nálunk például az egyik családi ünnepet átrakjuk 3 héttel később, vagy 2 héttel előrébb hozzuk, mert mindenkinek meg kell érteni, hogy nekem munkám van. Tehát elég sok áldozatot vállal egy olyan házastárs, akinek a férje vagy felesége politikus, és akkor még ő célpontnak kinézték, és néhány támadás érte, és utóbb azt mondta, hogy ő köszöni szépen, ebből a világból nem kér, ő azért lett jogász, hogy az ő szakmájának éljen, és visszahúzódott teljesen. Az kezdeti időszakban nem volt egyébként ennyire elzárkózó, és aztán néhány pofon megtanította őt arra, hogy nem szükséges, hogy ő ebben részt vegyen. Sokkal fontosabb, hogy egymásnak otthon támaszt adjunk a gyereknevelésben, a hobbikban és egyebekben, semmint azt, hogy ilyen díszletként hordjam, vagy kérjem meg, hogy jöjjön el velem. Nagyon komoly indokának kell lenni, és akkor eljön a férjem velem. Végezetül engedj meg egy nagyon komoly kérdést, ami nélkül szerintem magyarok sok tízezer nem fog tudni, hogyha nem kérdezem meg tőled. Hány kalapod van egész pontosan? Mert legendák szólnak a kalapjaidról, és azok számáról. Hány van, úgy őszintén? Annyira meglepett, hogy karácsonykor az egyik televíziós társaság kijött hozzánk a lakásra egy beszélgetésre, és a második mondata az volt a riporternek, hogy szeretné megnézni a kalapjaimat. És én akkor lehoztam, és akkor számoltam meg, mert egyébként nem számolgatom. 12 kalapot számoltunk, és a dobozban még volt egy sísapka és egy úszósapka, úgyhogy 12 kalapom van, ami... Egyrészt azért van, mert sok jótékonysági rendezvényre valami nagyon személyemhez köthető tárgyat kérnek, és ilyenkor általában hozzáteszik is, ha elnökasszony volna valami kalapja, amit föl tudna ajánlani, és természetes, hogy ilyenkor küldök. Elég sok pénzt is licitálnak egy-egy jó kalapra.
de ez a 12 kalap ebbe úgy minden téli, nyári, hó ellen, eső ellen, nap ellen, ebben a nem alkalmatos frizura ellen, minden ellen használható. Úgyhogy én kalappárti voltam, és kalappárti vagyok ma is, bár az utóbbi időben túl sok támadás ért a kalapok miatt, ezért mintha egy kicsit kevesebbet hordanám, pedig inkább ezt a fajta kultúrát erősíteni kellene, mert a kalap az ápol, eltakar, és még fantasztikus módon öltöztet is mindennőt. Tényleg konzervatív vagy. Dávid Ibolya, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.